Szeretettel köszöntöm a Katolikus Televízió kedves nézőit. Június 9-e kedd van, és az evangéliumot a hegyi beszédből vesszük. Szent Márti evangélium 5. fejezete 13. versétől a 16 -ig. Jézus így tanította a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ha egy gyermeket az osztályban megkérdez a tanára leckéről, akkor nyilván a gyermeknek beszélnie kell a megtanult dolgokról, és hogyha hallgat, vagy másról beszél, akkor nem ő a föld súlya, és nem a világ világossága. Vagy ha elmegyünk egy hangversenyre, Anna, azt várjuk, hogy egy olyan zeneszámot fogunk hallani, amiben a zeneszerző eredeti gondolatai, érzései, benyomásai a milyenké is lesznek az előadónak az átadó képességei, adottságai szerint. És hogyha nem így lenne, hanem csak úgy elpötyögnék magát a dallamot az előadói érzések és technika nem pusztán a technika, hanem a mögötte lévő művészi élménnyel, akkor azt mondanánk, hogy ez csapnivaló volt. Amikor az Úr Jézus hallgatják az emberek, akkor meghívást kapnak arra, hogy az univerzum megtestesült Istene, aki az Úr Jézusban látható és hallható, elmondja nekünk az ő igazságát, részesít az ő szeretetében, és ezt nem valami információt kell pusztán kezelnünk, nem elégedhetünk meg magunkkal azzal, hogy mi hárítunk és kritikusan beszélünk róla kívülállóként, mert az a tanítás, amit adott nekünk, az egy személyes ajándék. És nem tehetjük meg az, ezzel az ajándékkal, isteni ajándékkal, hogy kényünk, kedvünk szerint bánunk vele. A szabadakarati döntésünk nem az el elutasításban áll, hanem az értékhez való fölsorakozásban. A szabadakaratunkkal nem minősítjük az Istent és kritizálunk fölötte, hanem a magunk életére van kérdésünk, hogy idáig ezt hogyan gondoltam, mennyire láttam ezt ilyen világosan, ilyen igazságosan, ilyen szeretettel magamban. Az ed eddigi megszokott szokásaim használt szavaim valóban az igazság és a szeretet kultúráját nyilvánítják belőlem, vagy pusztán csak jár a szám, és beszélök valamiről, vagy esetleg netán rondán beszélek, vagy káromkodok, vagy utasírgatok másokat, ahelyett, hogy egy kultúrált embernek a magatartását önteném. Az Úr Jézus, amikor elkezdett bennünket tanítani, akkor először Ő volt a só, az életünk sója, Ő volt a világunk világossága. És ettől vált a mi életünk tudatossá abban a hivatásban, amit hordozunk. Most volt Trianon évfordulója, és ennek kapcsán látjuk azt, hogy a megcsonkított Magyarországban azonnal elkezdtünk pozitíven alkotni a megmaradt értékekből mindenki a maga területén, és bár borzasztóan fájt a szívünk, az elszakadás, a családok és a mindenféle megpróbáltatások, az üldözések a nyelvünk miatt, sőt a, a tömeges gyilkosságok a, a nyelvünk és a nemzetünk miatt eléggé nyomasztották a szívünket és az értelmünket, mégis, mint felelős keresztények, tudtuk azt, hogy ebből a lehetetlen, embertelen helyzetből semmi más nem fog bennünket kivezetni, csak a felelős helytállás. A felelősség pedig abban van, hogy mit jelent számunkra embernek lenni a magyar kultúra lehetőségei szerint. És az emberek pozitívan, hihetetlen lendülettel álltak neki a nemzet újjáépítésének, pedig a vírus, a spanyol nátha borzasztó károkat okozott az egy tizedes, sőt mások szerint egy ötöde pusztult el az országunk lakosságának, tehát ilyen 15-20 százalékról is beszélnek. Nem volt olyan család, ahol ne gyászoltak volna szinte, és ilyen körülmények között mégis talpra álltunk ilyen nemzetközi igazságtalan minősítés ellenére. Mi alapján? Az Immaculé Illibagiza könyve megmaradtam hírmondónak című könyvében, ahol ő egy kis vécében hatod, illetve nyolcad magával tölt három hónapot, 91 napot, 20 kilót fogy, mire újra kiszabadul és ott a WC-ben, a ahol a sátán állandóan gyötri azzal, hogy meg fognak ölni, meg fognak találni, még mielőtt kivégeznek, előtted, előtte a férfiak végig mennek rajtad, mint ahogy a jó példák erre számos szörnyűséget mutattak, és immakulja, amikor imádkozik, meghallja az Úr Jézus szavát, hogy mindannyian a gyermekeim és ettől kezdve tud imádkozni az ellenségeiért, azokért, akik halára kelesik. Azóta Ruanda talpra állt, egy millió tuszi halt meg, szinte az egész tuszi lakosság, helybéli lakosság meghalt, néhány ezeret kivéve, és a külföldi tuszik pedig hazatelepültek mindenhonnan a világból, és hozták magukkal mindazt a tudást, amit külföldön megtanultak, hozták az anyagiaiakat, amikkel már ott valamilyen alapot, anyagi alapot teremtettek, és ezt mind befektették a kis Ruandában, és tuszik és hutuk egymásnak megbocsátva kezdték el újraépíteni az országot. Ezáltal az egyik legfejlődőbb országa ma Afrikának Ruanda. Honnan indult ez? Abból a keresztény egyetlen lehetőségből, hogy mindannyian a méltóságunkat az Úr Jézustól kapjuk vissza a megbocsátással, és ez alapján ajándékai kívánunk lenni a saját családunknak, házastársunknak, egyházközségünknek, országunknak, és ez Magyarországra is vonatkozik, ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Újra kell gondolnunk népünk és nemzetünk jövőjét. És itt nem pusztán csak területről van szó, mert a területet eltékoz, eltékozolhatjuk. Újra kell építenünk azzal az összefogással, amivel kiki a saját maga felelősségét hordozza, tudván az, hogy minden adottsága, anyagi javai, földje, tudása nem az övé, hanem az unokáié. Ezért nem adhatjuk el külföldieknek, nem bánhatunk vele a kényünk, kedvünk és szórakozásunk szerint, hanem ez a jövő alapja. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Mindannyian a szabad akaratunkat újra megkapjuk a jó Istentől, és ezzel a szabadsággal mindannyiunknak előről kell kezdeni a saját életünk értelmének a megtalálását, és újra kell tanulnunk azt a megfelelő kapcsolatot, ami a többieket építi. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világvilágossága. Az a néhány ezer ember, aki az Úr Jézus keresztre feszítése és föltámadása után elindult, nem dicsekedhetett emberi eszközökkel. Nem voltak bankjaik, nem volt hadseregük, hál' istennek. Sok minden hiányzott belőlük, hogyha az véres üldözések elől a vidékre, vagy más városokba, vagy kontinensre menekültek, abszolút nulláról kellett elindulniuk. És mégis azzal a hittel indultak, hogy találkoztam Jézussal. Jézus igazsága, szeretete és örök élete az én igazi reménységem. Amit az Úr Jézus értem föláldozott a kereszthalálban, és amit megújított a lenem győzhető, a többi lenem győzhető föltámadásában, az az én világosságom, attól válik az én életem ízessé. Ez a küldetésünk saját nemzetünk és a többi nemzet számára. Dicsértessék Jézus Krisztus!